Köszöntöm a nézőket, Ács Rezsővel, Szekszárd polgármesterével beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm, polgármester úr. Ebben a formában a választások óta most találkozunk először. Tehát egy kicsit értékeljük, hogy mi is történt. Ugye itt október 13-án, de aztán november 10-én, mert tulajdonképpen akkor volt ugye a megismételt utolsó forduló, tehát addig tartott itt a választás. Eltelt azóta 80 nap, hogy tekint vissza erre az időszakra, mekkora átváltozott, mennyire állt feje tetejére a város. Jó napot kívánok mindenkinek, miután nem mindenkivel sikerült még idén találkozni 2020-ban. Boldog új évet kívánok Szekszárd valamennyi lakójának. Hát visszatérve a kérdésre, valóban egy új helyzet állt elő Szekszárdon. A város fele változás szeretett volna, a fele pedig a Fidesz-KDNP jelöltje iratta le a voksát. Tulajdonképpen beállt egy olyan helyzet, amely helyzet három városban van, megyei városban jelenleg, hogy a polgármester kormányzó oldalról jön, megkapta a bizalmat, viszont a többség a közgyűlésben a másik oldalt erősíti. Egy fő egyébként a különbség mindösszesen, tehát azt ki kell hangsúlyozni, de ez a választási logika, hogy így jött ki a matematika. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az elmúlt 80 nap az azért megmutatta itt a városban, hogy nem könnyű az együttműködés, nem könnyű közös nevezőket megtalálni, azon dolgozunk egyébként, hogy meglegyen. Én elmondtam, hogy a város képviseletére továbbra is a polgármester jogosult, és minden olyan döntést fogok támogatni, ami a város lakók és a város érdekeit szolgálja, és jogszerű, törvényszerű, valamint a meglévő szerződéseknek is megfelel, hiszen ez fontos lesz majd a fejlesztések szempontjából. De semmi olyan kérdést nem fogok támogatni, vagy olyan előterjesztést, döntést aláírásommal sem, amely jogszabály sértő. És itt szeretnék is kitérni arra, hogy a múlt héten ugye két cégnek a vezetőjét jogszabály ellenesen és törvénytelen körülmények között távolították el. Tehát ezt a felmondást, munkaviszony megszüntetést ebben a formában, miután jogszabály sértő, nem fogom aláírni, vissza fogom adni újra tárgyalásra. Úgyhogy majd a közülés mondja ki a végső szót egyébként. Ez még csak bizottsági döntés volt, de kíváncsi leszek, hogy milyen döntés fog majd születni. Visszatérve a választásokra is, csak egy mondat elejéig, azért a szekszárdiak úgy döntöttek, hogy a többséget odaadják az ilyen szekszárd frakció tagjainak, 8 fővel, viszont teljes egészében a hatalmat, a város irányításában való munkát, azt nem adják át, hiszen polgármesterként én megkaptam a szükséges bizalmat, úgyhogy van egy ilyen kettősség a rendszerben, hiszen a 8 szavazat gyakorlatilag mindent el tud dönteni. Nyilvánvaló egy választáson, amikor fordul a kocka, akkor tudomásul kell venni, hogy más irányok jelennek meg, más gondol az új többség a város fejlesztéséről, a város működtetéséről. Hát ez még nem teljesen alakult ki, egyelőre ötletelést látok. Remélem, hogy ez le fog hamarosan zajlódni, és akkor tényleg látjuk azt, hogy merre fog tovább menni Szekszárd. Egy biztos, hogy a választási ígéretek elhangzottak, valós teljesítést emögött én személy szerint még nem látok. Azt látom, hogy abban a kérdésben, mely szerint ki kell szolgálni a klientúrát, már megszülettek a döntések, ami az SMS-módosítást, illetve a díjazást jelenti a képviselők esetében, az éves szinten 32 millió forinttal kerül többen majd a városnak, átételesen a város lakóknak, hiszen alóikból fizetjük ezt a többletköltséget. Ez 5 év alatt 160 millió forint többletköltség. Ebből a pénzből azért sok mindent meg lehetett volna csinálni a városban, úgyhogy ebben a költségvetésben majd a 2020-asban nyilván az 32 millió forint is meg fog jelenni, mint mínusz, amelynek a forrását valahonnan majd elő kell venni és meg kell találni. Hát majd a többség el fogja dönteni, hogy milyen egyéb kiadásoknak a terhére fogja majd a saját magát finanszírozni az a 8 főt, illetve még egy irodát is kértek az önkormányzattól, annak is nyilván lesz majd költsége. Ezt is meg fogjuk majd látni. Egy közbevetés, csak a választási eredménynek keresik az okát a Fideszen belül, nyilván a szekszárdi Fideszen belül, vagy már meg is találták mondjuk? Hát természetesen keressük az okát. Én azt gondolom, hogy mindenki megtette a kampányban is, a kampány előtt is mindazt, amit meg kellett tennie. Van időszak, amikor azt mondja egy település, egy közösség, akár egy ország, hogy most ő változást szeretne, és nézzük meg, adjuk meg a lehetőséget egy másik összeállításnak, hogy bebizonyítsa azt, hogy amit ígért, azt meg tudja valósítani, és jó gazdája lesz a városnak. Hát
Én most ezt várom egyébként, hogy ma végre ez is megjelenjen majd valamilyen formában, hiszen idősek otthonától elkezdve, és sok minden elhangzott itt a választási kampányban meg fog valósulni, ebből még semmi nem történt meg, úgyhogy remélem a következő hónapokban majd ki fog derülni sok minden. És tulajdonképpen egy kicsit elszomorít engem, hogy folyamatosan az információ jön, mely szerint ugye kevés információval rendelkeznek az ellenzéki képviselők, tehát a többséget jelentő ellenzéki képviselők, de amikor szerettem volna beszámolni a város fejlesztéseiről, illetve hogy hogy állnak a különböző beruházások, az kétszer levette, a többség nem volt rá kíváncsi, hogy hogy haladnak a beruházások, úgyhogy remélem majd azért a lehetőség meg lesz erre, hiszen fontos az, hogy hol tartunk most. Azt tudom mondani, hogy hasonlóan a 2006 és 2010 közötti ciklushoz, az elmúlt 5 esztendőben nagyon sok pályázatnál az előkészítésről szólt, és most vagyunk olyan stádiumban, amikor a források is rendelkezésre állnak, a tervek is rendelkezésre állnak, több esetben lefolytattuk már a közbeszerzés is, tehát el tudnának indulni a beruházások, de vannak olyan hangok is, hogy bizonyos projekteknél például a Zöldváros új irányt szeretne szabni a fejlesztéseknek az új többség. Ezt megtehetik? Megtehetik, de az tudni kell, hogy ugye ezekre a projektekre van a városnak szerződése a kormánnyal, amelyet a közülés is jóvá hagyott itt a városházán, és ha bármilyen módosítási igény felmerül, ahhoz a másik szerződő félnek a hozzájárulása is szükséges. Tehát ez önmagában most a modern város programot jelent. Modern város, de a TOP-ban ugyanez van. Tehát van egy elfogadó TOP projekt. A Zöldváros van a TOP. Például a Zöldváros vagy a Hacs, éppen a generációk parkja. Tehát mindenféleképpen az irányító hatóságnak a jóváhagyása, hozzájárulása kell ahhoz, hogy aztán végigménve a hivatali úton egy kormányzati döntés legyen, és akkor mind a két fél lesz jóváhagyása. Egy ilyen változás mennyire tudja lassítani a kivitelezést? Hát nyilván jelentős mértékben lelassítja, hiszen azért az adminisztráció az nem gyorsult túl sokat. Azt tapasztaltuk, hogy azért egy-egy ilyen módosítás az hónapokat tud jelenteni, és ugye ez így eszkalálódik tulajdonképpen, akár éves csúszás vagy éven túli csúszás is jelentett egy projektnél. Mi most ott vagyunk a Zöldvárosban, hogy tulajdonképpen ki tudnánk írni a tervezéssel közbeszerzésre, most új ötletekkel jöttek elő, karbonmentes ház, olyan parkolóház, amelyre a forrás még nincsen meg, amelyel aztán új irányt kéne, hogy vegyen a Zöldváros program, ehhez végig kell járni, engedélyeztetni kell, jóváhagyatni az irányító hatósággal, és csak utána kezdhetjük meg az eljárásokat. Az azt jelenteti, hogy mondjuk akár 2 vagy 3 év is eltelhet újból annak érdekében, hogy ezek a projektek megvalósulhassanak. A fejlesztések mekkora részét érintheti változás? Gondolok itt arra, hogy ugye az most már benne van a közbeszédben, hogy az uszodát vizsgálják. Egy rekreációs központ is szóba került a régi uszoda helyén, de ugye a rekreációs központ a modern városokban benne volt a mostani uszoda fürdő területén. Ez most az a rekreációs központ, vagy egy másik rekreációs központ lesz, tehát hogy néz ez most ki? Hát nem tudom, megmondom őszintén, ugyanis ugye a modern városokban van egy szerződés, amit már említettem, a magyar kormánnyal. Ebben a szerződésben a sporttelep vonatkozásában a sportcsarnok fejlesztés, illetve a fürdő továbbfejlesztése is benne van. A fürdő továbbfejlesztése azt jelenti, hogy annól, mikor kialakítottuk a fogadóépületet, úgy lett kialakítva, hogy egyik oldalon majd lesz egy feletélmű fürdő, másik oldalon pedig lesz egy úszoda. Az uszodának a kivitelezése már zajlik, remélem be is fog fejeződni, hát egy nehéz, most ugye építőpiparban bármit előre megjósolni, de azt gondolom, hogy ez be fog fejeződni, illetve a következő lépés lenne ennek a bizonyos rekreációs központnak a kialakítása, vagy élményfürdő, fedett élményfürdő tulajdonképpen. Azért is nem burkoltuk le a parkolót például, csak zúzott kavicsal látjuk, hogy ne kelljen milliókért újra visszabontani. Tulajdonképpen eleve is így terveztük, és így lett a modern városokba, modern városok szerződésbe építve, és tulajdonképpen a látványtervek már is készültek a rekreációs központra, úgyhogy ott a 14 hektáros sporttelepen új sportcsarnok, a fürdő mellett új úszoda, új rekreációs központ, új jégcsarnok, ez pedig ugye nem az országos program keretében első körben, hanem úgy néz ki, hogy a társasági adó igénybevételével helyi vállalkozók támogatásával tudjuk megépíteni, lőtér és tulajdonképpen egy parkoló is kialakítása kerül. Tehát nagyon kicsi a terület, ezzel azt szeretném mondani, de szeretnénk minden sportfunkciót, amellett, hogy az atlétikai pálya maradt, focipálya maradt természetesen, ide be tenni, és akkor tulajdonképpen aki sportolni akar, az egy helyszínen el fog érni valamennyi sportágot, de el fog érni valamennyi sportágot, úgyhogy mindenféleképpen ez a koncepció, ez mehet tovább. Úgyhogy a rekreációs központ
az így szerepel ebben a szerződésben. Elképzelhető, hogy mellette vagy helyette akarnak egy rekreációs központot, de a szerződés, amelyet kötöttünk a kormányhoz, tulajdonképpen erre a helyszínre vonatkozik. Tehát megint hozzá kéne járulni a mind a két szerződő félnek, hogyha át szeretnék a forrásokat csoportosítani, mert azért tényleg ennek a forrás oldalát nem látom. Ugye felvetődött most annak a lehetősége, hogy vizsgálja meg a saját cégünk, azt vissza lehet-e állítani a régi úszodának a működőképességét, ez most zajlik ez a vizsgálat, és ott egy ilyen rekreációs központ, mászófal, ilyesmiknek a kiépítése történne. Ez milliárdos. Akkor az tulajdonképpen azért más. Az egy más, nem tudom, hogy honnan lenne erre forrás, tulajdonképpen valószínűleg saját költségvetésből kellene ezt átcsoportosítani. Ennek a realitását én most a számok ismeretében azt kell, hogy mondjam, hogy nem látom. Úgyhogy én azt gondolom, megyünk a régi szerződés szerint, addig, amíg a két fél lesz, nem módosítja közös megegyezéssel. Ennek köszönhetően például már megkaptuk a kormánytól a tudásközpontra a forrásokat, elkészültek a tervek, a kiviteli terv is elkészült. Szekszárdi tervezők készítették el, és hamarosan el tud indulni a kivitelezés is. Úgyhogy egy impozáns épület lesz ott a jelenleg gazdas területen majd, és ez a városképet is jelentős mértékben fogja majd befolyásolni. A nagyberuházások is fontosak, de természetesen a kicsik is szeretnénk folytatni, hiszen az elmúlt években a szociális ellátórendszer, oktatási ellátórendszer oldat is ideértve, illetve az egészségügyi ellátórendszer esetében is komoly forrásokat allokáltunk arra tulajdonképpen, hogy jobbá tegyük a körülményeket, hiszen több orvosi rendelőnek a megújítása megtörtént, Vígan tér, éppen Kölcsei lakótelep, de előtte a Kandó, vagy éppen a Mikes utcai orvosi rendelőnek a felújítása, ami nem csak abból a szempontból fontos, hogy a betegek jobb körülmények között töltsék el az ott eltöltendő időt, hát nyilván senki nem örül, ott kell lenni, és az ott dolgozók is jól érezzék magukat. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően azt azért sikerült elérni, hogy Szekszárdon ma betöltetlen körzet nincsen, valamennyi körzet az rendes vagy vállalkozó, vagy alkalmazottai orvossal betöltésre került. De ugyanezt jelenti az óvodai fejlesztések, hiszen ugye éppen a Vosinszki óvoda, vagy pedig a Kadaka utcai óvodának a felújítása megtörtént, és ennek lenne egy következő lépése a Szőlőhegyen az óvodának a felújítása, illetve kibővítése is. Hála Istennek egyre több kisgyermekes család keres meg bennünket azzal, hogy szeretnék, hogyha a gyereküket bölcsödébe adhatnák, és el tudnák azt dönteni a szülők, az apuka vagy az anyuka éppen, hogy otthon szeretne maradni a gyerekkel, vagy vissza akar menni dolgozni. Ehhez nekünk a bölcsödei férőhelyeknek a számát jelentősen bővíteni kell. Megújítottuk a városi bölcsödénket, de mellette ugye a Kadarka mini bölcsöde már megépült, és ennek a következő lépése lenne a Szőlőhegyen is épüljön egy bölcsőre. Tehát van egy ilyen folyamata, amivel szeretnénk felújítani ezeket a rendszereket. Remélem, hogy ez tovább fog menni, ez a topban, illetve a saját forrással történne meg, és az iskoláknál is ugye úgy néz ki, hogy Süli János miniszter úrnak is köszönhetően például a Baka, illetve a ilyenes felújítása hamarosan el fog tudni kezdődni, és meg fog újulni, és mellette hát nagyon fontos az, hogy a Babics iskolában ugye ott van egy adósság a városnak, nincs megfelelő tornaterem. Szekszárdi vállalkozók TAO-jának köszönhetően elkészültek a tervek, hamarosan lehet kezdődni a kivitelezés, és végre Babicsnak is lesz saját rendes méretű munkacsarnoka, és akkor azt gondolom, hogy ott léptünk előre az iskolai rendszereknek, épületeknek a felújítása, bővítése útján. Hát azért visszautalnék arra, hogy például a közétkeztetésben, azért ezekben az intézményekben étkezét építettünk ki, például Jénesben, de az összes bútort lecseréltük korszerű új bútorokra, úgyhogy ott is jobb körülmények várják a gyerekeket. Fontos az, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amely a szekszári családok valamennyi tagja számára előrelépés jelent, és ezzel ideköti őket, vagy élhetőbbé teszi a várost. Ennek megfelelően a bölcsödéstől egészen az idősekkorig szeretnék olyan beruházásokat megvalósítani, amelyben mindenki megtalálja maga által elvárt és jól megítélt fejlesztéseket, beruházásokat. A költségvetés tervezésének az időszaka van most. Szekszárdon milyen irányokat vesznek? Tehát ugye majd a közgyűlésnek kell elfogadni a költségvetést, de a hivatal készíti elő, hogy készítik elő? Hát tulajdonképpen igen, tehát a hivatal készíti elő, a jegyző felelős ennek. Előterjesztő a polgármester, és hát nyilván a többségnek kell elfogadni. Nyilván azok az irányok, amelyet a város irányító többség szeretne, azok meg kell, hogy jelenjenek a módosító javaslatokban, vagy javaslatokban igazából. Szűk a mesje egyébként, tehát nagyon jól tervezhető az, hogy milyen bevételekkel tud gazdálkodni az önkormányzat, és milyen kiadásai vannak az intézmények fenntartásában, városüzemeltetésben,
hiszen azért régóta 20 éve csinálok én is költségvetés, készítek költségvetés, vagy veszek részt ennek a készítésében, tehát azért a tapasztalati számok azok azt mutatják, hogy nagyon jól meg tudjuk ezeket tervezni. Nyilvánvaló a fejlesztések befolyásolják jelentős mértékben azt, hogy milyen összeg lesz a végén, amelyet aztán a költségvetésben felhasználunk, és milyen források jönnek még pluszba be. De tudja, hogy a 2 milliárd forintos támogatást a térségfejlesztés céljára miniszter úr el tudtuk érni, hogy megkapjuk. Nyilván lobbizni fogunk a 20-as, 21-es évben az idei esztendőben, főleg kiemeltem, hogy ezek a beruházások, amelyek folyamatban vannak, meg tudjanak valósulni. Visszatérve a kérdésre, hogy mi a koncepció a részünkről, roppant egyszerű. Ezt a választási kampányban is elmondtuk, hogy szeretnénk tovább menni. Szeretnénk, ha a Szabadezső utcai orvosi rendelő megépülne, szeretnénk, ha az iskoláig megújulnák, hogy beszéltem róla, a bölcsödék ugye megépülnének, ügyeleti központ kialakítása megtörténne, ipari park megtelne, és ugye egy valós elkerülő út a következő ciklusban meg tudna épülni Szekszárdon, hiszen a tehermentesítőt nem tölti be azt a funkciót, amelyel tudná tehermentesíteni a belváros. Célunk az, hogy a belváros minél inkább automentesítsük természetesen a lehetőségek között, és például az elkerülő útnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy csökkentsük a bejövő gépkocsi forgalmat, ezáltal például a zöldváros projektbe tervezett projektelemek megvalósíthatók legyenek, hiszen szeretnénk például a négysávos úton a Szent István tér és környékén mondjuk újabb parkolókat kialakítani, hiszen egy óriási probléma, hogy a parkolóhely szám bővüléssel nem tudjuk követni, vagy nem teljesen tudjuk követni a gépkocsik számának a növekedését, de úgy szeretném mindezt megtenni, hogy minél több zöld felület legyen, és minél több parkoló is legyen. Ez akkor ott azt is jelenteni, hogy kétsávos lenne az út? Ad abszurdum, igen, tehát ezt nyilván még a szakemberek meg fogják vizsgálni, de hogyha a forgalomnak egy része, akik nem Szekszárdra jönnek, nem kell, hogy beéljenek, hanem mondjuk ki tudják kerülni a várost, akkor azt gondolom, hogy a gépjármű forgalom csillapításával akár a cél is elérhető. Nem fogunk semmi olyat megtenni, amellyel kapcsolatban a szekszárdiak véleményét ne kérdeznénk meg. Féleként utalnék vissza, hogy a zöldváros programban 2, ugyanakkor 3 lakossági fórum már volt, ahol ismertettük az elképzeléseket, az találkozott a lakosság igényeivel, de a generációk parkjánál is ugyanez volt, hogy a látványterveket már az ott lakók a szolgáltatás igénybe ők látták, tehát tudják azt, hogy mi várható, és támogatják ezt a fajta fejlesztést. A kerékpár utal azért szeretnék kitérni, mert ugye a szakma mondott valamit annó a város északi részével kapcsolatban. Én nekem voltak furcsa érzéseim, és azt mondtam, hogy ne költsük el azt a 400 millió forintot, amelyet az út kialakítására lehetne költeni. Először fessük, hogy mit jelentene a kerékpárút, és ha a többség elfogadja, akkor megvalósítjuk, ha nem, akkor nem buktuk nagyobb. Tulajdonképpen a szekszárdiak elutasították ezt a variációt, ezért vissza is léptünk a kerékpárút ilyen formában töltő megépítésétől, egy másik útvonalon fogjuk majd megvalósítani. Azt, hogy az északi rész, hogy a Bor utca, hogy a Sió turisztikai projekt elérhető ilyen kerékpára, az meg fog valósulni, csak egy másik vonalon. Ezt szeretnénk, hogy csak olyan döntések és olyan fejlesztések szülessenek és valósuljanak meg, amely a szekszárdiak nagy többségének a véleményével egyezik, és ők is tudják támogatni, hiszen akkor érzik magukének a várost, hogyha úgy gondolják, hogy az ő ötletük, javaslatuk, véleményük egy-egy beruházásban megjelenik, és megkérdezzük az ő véleményüket. Visszatérve egy pillanat erejéig a költségvetéshez, ugye ezek ilyen, a város költségvetés az most már évek óta ilyen 10 milliárd forintok körül szokott alakulni. Ezeknek a fejlesztéseknek a nagy része az olyan pénz, amit a város, ha akarja, sem költhet másra. Mekkora az az összeg, amin a vita mehet a Fidesz, illetve az éjjel Szekszárd között, tehát ahol van mozgástér, hogy átcsoportosítsanak? Hát tulajdonképpen ugye minden évben tartunk vállalkozói és közéleti fórumot, erről szoktunk beszámolni többek között, és szeretnénk idén is megtartani, hiszen kíváncsiak a vállalkozók is, hogy mi történik az adóforintjaikkal, meg hát a szekszárdiak is kíváncsiak arra, hogy gazdálkodunk a városban. Tulajdonképpen, ahogy elmondtuk, ugye 10,5 milliárd forint volt évvégén az önkormányzatnak a számláin. Ez jó rész olyan összeg, amelyből beruházásokat kell megvalósítani, vagy teljes egészében ilyen összeg. Ezen felül tulajdonképpen igazából 3 milliárd forint az összeg, amely a helyi adókat jelenti, ingatlan, illetve iparüzési adót. Ez az az összeg, amelyből városüzemeltetés kell, önerőt kell biztosítani, intézményeket kell fenntartani és működtetni, úgyhogy ezen az összeggel lehet csatlakozni, hogy ezt mondjuk önerőként milyen beruházásokhoz használjuk, de mondom még egyszer, a beruházások módosítása bármilyen szinten az összegtől a helyre, az számon keresztül sok mindenen át, az tulajdonképpen mindig a két szerződő félnek az közös akaratán múlik. Ezért mondtam azt az elején, hogy
minden olyan támogatást, amely a törvényesség mellett, szexuál érdekében születik döntés a közgyűlésben, és a meglévő szerződéseket is figyelembe veszi, azt én tudom támogatni. Úgyhogy tulajdonképpen erről 3 milliárd forintról beszélünk, amiről leveszünk a városüzemeltetést, leveszünk egy intézményfenntartó részt, akkor ennél jóval kisebb összegről beszélünk. Csak érdekességként mondom, hogy egyébként nagyságrendileg ugye a város működtetése összességében nagyjából 7 milliárd forint körül összegbe kerül, amelyből olyan 1 milliárd körüli a városüzemeltetés. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen növelni kell. Amikor átvettük az elődeinktől a várost, akkor 300 millió volt ez az összeg, és nagyjából 1 milliárd forinttal gazdálkodtunk. Ez az, amiből füvet lehet nyírni, és minden egyebet is meg lehet csinálni? Hát tulajdonképpen igen, és úgy érzékelem, hogy azért a város tisztaságával vannak gondok, és van hiányosság. Hát remélem ebben majd a többség partner tud lenni, és akkor ezen is jelentős mértékben tudunk változtatni. Nagyon sokat dolgozunk érte, de kevésbé látványos. Egyébként az önkormányzat működésének van egy olyan sajátossága, ha minden rendben van, folyik a víz, tiszta a város, akkor az természetes, de ha bármi gond van, mondjuk éppen a szemétel van gond, vagy a vízszolgáltatása, vagy bármivel, akkor azt azonnal észreveszik a lakók. Ez így természetes egyébként, de ennek úgy kell dolgozni, hogy tulajdonképpen, hogyha nem veszik észre, hogy vagyunk, az a legjobb visszacsatolás a munkáknak. Záró kérdés, meddig kell elfogadni a költségvetést, és mekkora vitára számít? Nagy vitára számítok, hála a jó Istennek, remélem legalábbis, hiszen nagyon sok bizottság van, aki meg fogja tárgyalni, és hát ugye nyilván egy egységes álláspontra jön majd a többségi frakció a közgyűlésre. Február 15-ig kell elkészíteni, és a február végi közgyűlésen kell elfogadni a többségnek, és egyébként a költségvetés elfogadása után szoktuk a vállalkozói fórumokat és a közéleti fórumokat megszervezni, akkor már tudunk az adott évi költségvetésről, és az előző évi teljesítésről is beszélni. Remélem, hogy 2020-ban is így lesz. Polgármester, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!